És hát is öltöztem is. Hol vagyunk? Viktomat látszunk. Megérkeztünk. Szóval megérkeztünk, és mutatom, hogy hova. Repüljünk át. Elég nagy a szél, ami a vitorlázáshoz jó, és hát ez az egyik. Eljöttem életemben először néhány barátommal az Adriára vitorlázni, és a Teslával, amiről már csináltam egy videót, egy Model X-el jöttünk le, ami egy külön élmény volt, erről is fogok mesélni. Kezdjük el, egy nagyon jó 4 napnak nézünk elébe, és gondoltam, hogy egy kis vlog formájában megköszönöm, hogyha ti is elkísértek. Kezdjük! Belseje. 80 vagy nem, 7-en leszünk, úgyhogy kellenek a külön helyek. Izgalmas, megmutatom nektek, hogy hol fogunk aludni. Itt például egy ilyen emeletes ágy van, meg itt is. Pedig két nagyon finom deluxe francia ágy. Az a helyzet, hogy én sosem aludtam még hajón, úgyhogy kíváncsiak, hogy milyen lesz a feeling, meg eleve, hogy több napot eljönni tengerre vitorlázni. Gábor barátomban, aki a kapitány lesz, teljesen bízok. És hát most érkeztünk meg, úgyhogy nem tudom még, hogy mi merre, hogy lesz, és hogy milyen tematikába szeretném a vlogot összetenni, úgyhogy valahol találkozunk. A hajó erejét stabilizálni tudjuk, hogy ne menjünk neki a partfalnak. Ez mind a két oldalt ugyanígy működik. Mocskos. Ezt a kötelet tartod, és húzod oda a hajó arra. Kiabász, hogy mooring vízben. Jó? Dobd el, Peti! Dobd el! Most! Szeptember közepe van, és Gábor barátomnak volt ez az ötlete, hogy jöjjünk el néhány napra vitorlázni. Én szerintem nagyjából egy olyan 8-10 éve vitorláztam először a Balatonon, és egyből beleszerettem. És be kell ismerem, mint ugye egy olyan ember, aki a produktivitást nagyon nagyra tartja, hogy azóta nem csináltam meg a jogsimat, hogy mindig meg szeretném csinálni, úgyhogy a halogatás művészeteként ez a bortiszik vizet prédikál. De Gábor megcsinálta, és amúgy volt több kékszallagon is, meg Adrián is vitorlázott, és találtunk egy oldalon, illetve őt talált, majd belinkelem nektek a leírásba, ahol nagyon-nagyon jó díleket lehet találni, és
szuper olcsón, tehát kb. Mint hogyha lejöttök Horvátországba mondjuk, és sima szállást akarnátok, egy olyan annyi összegért nagyjából per fő 7 emberre kijött. És szerintem most bevágok nektek, mielőtt még elmondom azt, hogy merre, hogy utaztunk, meg hogy mi a terv a hajóval. Maga a lejutás is érdekes volt, ugyanis egy másik barátomnak köszönhetően megkaptuk a Tesláját, ami egy Model X, erről már csináltam egy videót, hogy említettem a bevezetőbe is, és az 7 személyes, és ugye nyilván elektromos, nagyjából egy 400 km-t lehet menni egy töltéssel, Superchargerrel pedig egy olyan 30-40 perc alatt 80%-ot lehet rá tölteni, és megmutattam nektek, hogy milyen volt az út, amikor pihentünk, meg töltöttünk, csináltam egy drónfelvételt, és úgyhogy jöjjön egy kis b-roll az egészről. Telefonnal veszem fel, lehet, hogy nem a legjobb a kép, meg a hang, de nagyon jó a háttérzene. Éppen töltjük a Teslát, hát egy kevesebb, mint egy órát kell elütnünk, amit ilyen 120-szal tölti fel, nagyon durva. És egy kelleves kis hely amúgy, tényleg jó lenne, hogyha nyitva lenne, csak hajnali 2 körül van. Volt a lejutás, autopilotot használtunk többször, és képzeljétek, hogy Horvátországban van olyan, hogy Navigation Autopilot, ami azt is jelenthetné, nagyon fontos a feltételes mód, hogy akár amikor le kell jönni, vagy át kell menni egy másik autópályáról az egyikről a másikra, akkor használhatnánk, de nagyon nem megbízható, és ez nyilván azért van. Nyilván azért van, mert nincs annyi Tesla Európában, vagy főleg ugye Közép-Kelet-Európában, ebben a régióban, mint Amerikában, tehát nem jön be annyi adat, hogy tudják, hogy mikor, hogy viselkedjenek. És például volt egy rész, ahol le volt zárva az egyik sáv, és ilyen bolyák voltak. Ugye mindig rajta kell, hogy legyen a kezed a kormányon, és én fogtam is, de ha hagytam volna, szerintem az egyik bolyának neki megy, úgyhogy mondták is a többiek, hogy hát nem annyira élvezték, amikor én vezetek, mert mindig próbáltam hagyni ugye az autopilotot, hogy milyen, de néha annyira nem stabil, vagy úgy fékez le például, hogy még mindig nincs ott, a szoftver ott van, a hardware ott van, de az adat, megint az adatmennyiség nem teszi lehetővé azt sajnos még Európában, hogy ez tényleg az legyen, hogy kb. Benyomod és elvisz téged. Na ennyit a lejutásról, és akkor mielőtt mesélek nektek arról, hogy hol vagyunk, merre megyünk el, jöjjenek egy kis b-rollok, hogy nektek is át tudjam adni a hangulatokat. Készül a tojás. Beesett egy kis hagyma oda. Ide ülök. És így van a kajálás. Gábor, hova ülsz? Ide ülök, rá a telefonodra, nem tudsz oda arrébb. Meg a napolajamra. Igen. Jó étvágyat. Jó étvágyat.